Ezzel a nyerges vontatóval ütközött a piros Skoda a Budai út Titeli út kereszteződésében. Az autó a belváros felé haladt, amikor érintőlegesen egy nyerges vontatóval ütközött. Ennek következtében a személygépkocsi felfutott a járdára, majd a kőfalnak csapódott. A balesetben az autó hátsó ülésén utazó nő életét vesztette. A helyszínre érkező mentők hiába próbálták újraéleszteni. Hátulutazó hölgy az sajnálatos módon kiérkezéskor már élettelen állapotban volt, kollégák megpróbálták az újraélesztését, de sikertelen volt. Az első ülésen ülőket a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A jobb első ülésen utazó nőt a tűzoltók szabadították ki, mellkasi fájdalmakra panaszkodott, hogy ki tudják venni a sérültet, le kellett vágniuk a tűzoltóknak a kocsi ajtaját. Az anyós ülésen ülő hölgyet pedig feszítővágó segítségével sikerült kiszabadítani, kiemelni a gépkocsiból. Hogy mi lehetett a pontos ok, amitől letért a Skoda az útról, egyelőre nem tudni. A helyszínen és idejére félpályás útlezárást rendeltek el. A baleset körülményeit és hogy melyik volt a vétkes sofőr, még vizsgálja a rendőrség.